A Baranya megyei viszonyokról, mert minden jel arra mutat, hogy ott a legkritikusabb a helyzet. Baranyában a fiútakat 111 járművel takarították. A hókotrok munkáját az erős szél nehezítette, amíg az út egyik felét tisztára söpörte, a másik oldalon méteres hófalat emelt. A fiútakat eléggé jól tudjuk karbantartani, mellékutak azok még elég rosszak, mert nem tudtunk oda jutni. Az egyik kritikus szakasz Mecseknádast környékén volt. Itt a kanyargós hegyi úton 40-50 kamion torlódott össze. Pontosan 2 órára itt, és várom, hogy fölhúzzanak. A mentéssel lassan haladtak. Folyamatosan kellett az utat kotorni, ezért nem lehetett sózni. Olyan mennyiségű hó esett, ami ha megszórjuk a sóval, azonnal a másik járatnál már tulajdonképpen akkor lekotornánk az útfelületről. A hóhelyzet Kozármislány és Villány között is nagyon súlyos volt. Itt csak terepjárókkal lehetett közlekedni. Villányban is ugyanilyen nagy hóhúvás van, mint ahol itt most állunk. 30-40 centis áthúvások vannak. Van olyan része, ahol teljesen az egy sávot lezárta. 80 centis hófallal is lehet találkozni, úgyhogy nagyon óvatosan kell közlekedni. A havazás egy tucat települést teljesen elvágott a külvilágtól. A távolsági buszok 35 faluban nem tudtak bemenni. A helyzet Pécset is kritikus volt, megbénult a tömegközlekedés. Számos baleset nehezítette a közlekedést, a buszok néhol órákat álltak az útkereszteződésekben. A helyzet egyébként percről percre változik, különböző vonalakon és csomópontokon akadnak el a járműveink. Elsősorban az elakadt személygépkocsik és tehergépkocsik hozzák a torlódást. Pécset estére sikerült minden főutat járhatóvá tenni. Késtek ugyan, de közlekedtek a helyi járatú buszok. Ennek ellenére előkerültek a szánkók, az iskolák többségében ugyanis hószünetet rendeltek el. Azoknak a bejáró diákoknak pedig, akik nem tudtak hazajutni, kijelöltek egy tornatermet, ahol éjszakázhatnak.